számítottatok ilyen hangos fogadtatásra itt a reptéren? Nem, megmondom őszintén, szerintem még soha nem várt itt inget senki a reptéren. Nagyon jó érzés, hogy ennyien kijöttek, meg ilyen érdeklődés van irántunk. Azt gondolom, tényleg egy nagyon szép eredményt értünk el ezen az Európa-bajnokságon. Csema Rodriguez elmondta az utolsó meccsetek után, hogy most nem 5 perc lesz az ünneplés, hanem ott lesz az egész délután, az este és az éjszaka, és kihasználtátok? Kimaxoltuk, úgy érzem, a tegnap estét, igen, meg a hajnalt, de azt gondolom, hogy ilyen eredmény után ezt megérdemeltük. Így van, ez abszolút megérdemelt volt, hogy ezt megünnepéljetek, hatalmas siker. A szívedre teszed a kezed, ti gondoltatok arra, hogy ezt elérhetitek egy ilyen nagyon-nagyon erős Európa-bajnokságon, ahol tényleg bármelyik meccsen bármilyen eredmény születhetett? Hát nyilván mindig nyerni szeretnénk, tehát az az első legesztő, hogy minden meccset megnyerjünk. Nyilván egy EB-n tényleg bármi lehet, szerepelhetünk, lehetünk 5-ek, lehetünk 15-ek is, nagyon sűrű a mezőny. Az lehet, hogy mondjuk egy EB előtt láthatatlanban aláírtam volna az 5. helyet, de nyilván minden meccset meg szeretünk volna nyerni. Mit adott neked most ez az Európa-bajnokság egy olyan évben, amikor van egy nagyon fontos olimpiai selejtező is, és hát reméljük, hogy majd egy olimpiai is? Hát egy örök élmény, óriási élmény volt Németországban játszani, tényleg minden meccsen teltház volt, nagyon jó hangulat, nagyon jó körülmények, nagyon jó volt a csapatnak a kohéziója, nagyon jó volt a csapat összhang, nagyon jó hangulat volt, jók voltak az eredmények is, azt gondolom, úgyhogy ez egy örök élmény marad így nekem. 35 évesen egy ilyen Európa-bajnokság is. Ugye azt mondtad, hogy valószínűleg, hogy ez az utolsó ebéd, bár mi nagyon sokáig még szeretnénk látni a válogatottba, de esetleg azt mondod, hogy itt a vége, akkor azért láttuk az utánpótlást. Mit szóltál Fazekas Gergő? Ez olyan, mintha a fiatal Lékai Mátét látnánk a pályán. Hát igen, én ugye játszottam én az apukájával, a Nándival, én vagyok a idős, ő meg a fiatal, a Geri. Nyilván mindannyian tudtuk, hogy a Geri egy fantasztikus játékos, nagyon fényes karrierre áll remélem előtte, és természetesen a vállalatodban azt gondolom, hogy jó ideig itt lesz, és jó ideig meghatározó játékosa lesz. Nyugodtan adnád neki át a irányítói pálcát? Persze, természetesen. Picit azért tudom, hogy most fáradtak vagytok, hosszú volt a nap, meg ezt még azért fel kell dolgozni, de nem lesz sok időtök, mert márciusban már olimpiai selejtezőt, bizakodóak lehetünk egy ilyen Európa-bajnokság után, ugye? Igen, de én azt gondolom, hogy ha nem sikerült volna így az EB, akkor is bizakodóak lehetünk, mert tényleg annyira kicsik a különbségek, hogy minden mérkőzés, minden nap más forma lehet, egy apróság dönthet, ki milyen formában, hogy kell föl. Úgyhogy az még márciusban lesz csak, azért még van egy hónap, másfél hónap. A klubcsapatokban most mindenki visszarázódik kicsit, de az biztos, hogy már itt van közel az olimpiai selejtező, és hát szeretnénk kijutni az olimpiára. Neked egyébként ott kint, vagy akár azóta hányszor villant már át az agyadon, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó Európa-bajnokságon? Gondolkoztam ezen persze, hogy próbáltam minden pillanatát kielvezni ennek a tornának. Nem szeretném nyilván kijelenteni azt, hogy ez volt az utolsó, de azért nagy valószínűséggel ez volt. Azt gondolom, ennél szebben nem is kéne búcsúzni, vagy nem is lehet búcsúzni.